Ez a helyi férfi arról beszél, hogy éppen most végezte el a szomszédja is a szokásos árok takarítást, és ő maga is mindig ügyel, hogy ne legyen szemét a vízelvezetőben a saját háza előtt sem. Elég, hogyha egy belekerül egy üveg, és a nap hatására könnyen gyújtópont lehet, és meggyulladhat. Tehát akik összeszedik, és össze kell szedni, rendet kell tenni mindenkinek a háza előtt, összegerebjézi a zavart, akkor a célszerű minél hamarabb hulladék gyűjtőbe tenni, illetve arra nagyon figyelni, hogy kint üveg, ilyesmi ne legyen, mert két dologtól is meggyulladhat. Az egyik az üveg a nap hatására, a másik meg valaki eldob egy csikket, ami egy nagyon csúnya dolog. Még nagyobb veszélyt jelenthetnek az összegyűlt száraz zöld hulladékok, mind az utcán, mind a kertben, hiszen rendkívül gyúlékonyak. Ez az időszak, tehát a késő tél, kora tavasz, az, amikor az ember mindenki a saját háza előtt rendet tart, ami azzal is jár, hogy az avart, a lemetszett ágakat szépen összehúzzuk. Na most ezt jobb minél hamarabb vagy kivinni a hivatalosan lerakó zöld hulladék lerakóba, vagy ha olyan, például az avarok, ami egy ház előtt összegyűl, az bele lehet tenni a zöld hulladékos kukába. Azért veszélyes ilyen helyen, hogyha kint marad, mert ha főleg ha száraz, akkor hajlamos arra, hogy minél hamarabb meggyullad. Ez lehet olyan, hogy valaki eldob egy csikket, ez lehet olyan, hogy belekerül egy fél decis vagy egy két decis üveg, ami sajnos most már több kerül bele, mert elég sokat eldobálnak, és a ilyen nap hatására is, mint ami most van, fókuszálhat úgy, hogy meggyullad. Tehát így veszélyes. Szomszédom az rendszeresen mindig összegyűjti, főleg itt az áteresz előtt lévő anyagot, de viszont gondoskodik arról, hogy minél hamarabb elszállításra kerüljön, hogy ilyen veszély ne legyen. Tehát én azt mondom, hogy többféle probléma van. Tehát az egyik az, hogy tegyünk rendet, a másik az, hogy vigyázzunk arra, hogy ezek a zavarok biztonságosan a megfelelő hulladék kezelő helyre kerüljenek. Erre megvan a lehetőség, Karcagon is, és gondolom, hogy az országban szinte mindenhol. A helyi lakos arra is felhívja a figyelmet, hogy a levágott gallyak is tűzveszélyesek lehetnek. Külön még arra is oda kell figyelni, és ez is kiemelt figyelmet igényel, hogy a különböző levágott gallyakat ne tároljuk túl az udvarunkon, a kertekbe, bárhol, mert az ugye egyrészt hamar száradnak, hisz vékony anyagok, és egyből tűzveszélyessé válnak, tehát ezt vagy megfelelően úgy kezelni, kötegelni, hogy majd eltüzelem, vagy pedig len, amit az előbb is elmondtam, hogy a zöld hulladék tárolóba kijuttatni minél hamarabb, hisz van, mikor programok vannak, ingyenesen elviszik bizonyos időszakokig, ezeket ki kell használni, ha nem, akkor meg kell venni azt a kis fáradtságot, hogy kivigyük, pontosan azért, hogy ebből égési probléma ne legyen, mert annak viszont nagyon komoly következményei lehetnek. Ez a másik férfi is arról beszélt a televíziónknak, hogy mennyire veszélyes lehet a hulladékok felhalmozása, főleg az ingatlanok közvetlen közelében. A hulladék felhalmozás és lomb felhalmozás az gyakorlatilag egy egyedi probléma lehet. Egyes embereknél jellemző az ilyen sajnos. És a legveszélyesebb dolog az, amikor társasházban, lakótelepeken, különböző lakásokban mániákusan gyűjtenek különböző hulladékokat, nem tudjuk milyen célra, milyen apropóból, és ennek az elhelyezése eleve egy veszélyes dolog, nem hogy a lépcsőházat elzárja, hanem az egész lakást egy ilyen lomtengerét változtatja, és egy öngyulladás, bármilyen jellegű rosszindulatú beavatkozás révén egész lakások, egész lakók szenvedik ennek árát. Ez az egyik eset, a másik az eset, amikor vidéki településen, esetleg tanyákon, gondolva arra, hogy drága az elszállítás és egyebek, akkor összehalmoznak bizonyos mennyiségű gyújtóknak nevezett valamilyen anyagot, és ezek bizony egy rossz pillanatban meggyulladhatnak, és különös veszélyt okozhatnak. Ez legveszélyesebb az, amikor közel vannak lakóházak, vagy valamilyen egyéb épületek, ahol óriási kárt okoz. Egész családok mennek tönkre egy ilyen esetben.
A kisföldeki városrészen lakó helyi megfogalmazta, hogy a hulladék felhalmozás nem jellemző a környéken, azonban ha ilyet látna, felhívná az illető figyelmét arra, hogy tűzveszélyt okoz. A gond akkor van, amikor már veszélyesen nagy tömeget szállít, vagy gyűjt össze, és akkor jó indulaton én legalábbis megszólítom, vagy megszólítanám, hogy ez azért nem rendes dolog, mert nem csak magának, másnak is kárt okozhat, hanem egyébként hatóságot értesíteni, és akkor intézkedés történik. Megkérdeztünk egy kiskert tulajdonost is, hogy mit tesznek a zöld hulladék felhalmozása ellen. Zöld hulladék nagyon sok nincsen, mivel mink időben megkapáljuk, gyomírtót nem nagyon szoktunk használni, és ami van gaj, meg ilyesmi, azt összevágjuk apraóra, és akkor a cserépkáját beltüzeljük. Úgyhogy mi nálunk nincsen felhalmozva ilyesmi. Szőlőt is, mikor metszettem, egyből kis rövidekre vágtam össze. Egy másik gazdálkodó férfi is arról beszélt, hogy felhasználja a keletkező zöld hulladékot, gajakat. Ha egészségem is engedi minden, lehet, hogy majd akkor hajnalba kijövök ide, az csendbe elégetem a baraszfa alatt, hogy meleget tartson. Szerencsére mindenki, akivel riportot készítettünk, tesz a veszélyes szemét felhalmozása ellen. Kövesse mindenki jó példájukat, előzzük meg a tüzeket.